A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely a homoszexuális propaganda felvonulás betiltását követeli, hiszen mi a már a mindenféle szexuális devianciát népszerűsítő felvonulások ügyében se Gyurcsányék támogató, se Orbánék tűrő politikáját nem tudjuk elfogadni, a tiltást szorgalmazzuk. Az idén már a Szent Koronát is szivárványos logóval meggyalázó deviánsok ellen feljelentést teszek a BTK 334. paragrafus szerinti nemzeti jelkép megsértése miatt, de a garázdaság definícióját is kimeríti a homoszexuális propaganda felvonulás idei logója, illetve ahogy az évről évről ismétlődő eseményen is számos olyan kihívóan közösségellenes magatartás történik, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Különösen gyalázatosnak tartjuk, hogy a Tarlós István vezette fővárosi önkormányzat tulajdonában álló mozikban évek óta, éveken át helyet biztosítottak az LMBTQ STB fesztiváloknak. Sorozatos tiltakozásom után végre az utóbbi években már nem. Ez a siker ad erőt a felvonulás betiltásáért folytatott küzdelmünkben is a kormányzattal szemben. Ugyanakkor Karácsony Gergely főpolgármesterségre aggodalomra ad okot a devianciák népszerűsítése terén is. Pedig dr. Falusi András akadémikus, genetikus is egyértelművé tette, hogy a homoszexualitás terén, idézem, a genetikai háttér megléte fokozott hajlamot és nem végzetet jelent. Hozzáteszem, hogy a homoszexuálisok szaporodásának módja egyértelműen a propaganda, melyet beszüntetne a Mi Hazánk mozgalom, hogy legalább a divat homoszexuálisok számát csökkentsük. Ez a szexuális deviancia természetellenes, biológiai zsákutca, mint valami drog ideig, óráig szerezhet örömet egyeseknek, de tartós boldogságot széles körben nem. Tárkányi Ákos, a KSH Népességtudományi Kutatóintézet volt tudományos főmunkatársa egy tanulmányában rögzítette, idézem, egy 10 éves homoszexuálisokat vizsgáló tanulmány eredményei szerint közöttük 9-szer olyan gyakori volt az alkohol, 19-szer olyan gyakori a kokain rendszeres fogyasztása is, másfélszer olyan gyakori volt az öngyilkossági kísérlet, mint a magukat nem homoszexuálisnak valló fiatalok között. Nos, tehát empirikusan is bizonyítható, hogy a homoszexualitás nem boldogít, de gyógyítható, pszichoterápiával például fokozatosan kialakítható a heteroszexuális beállítódás. Sok volt homoszexuális, ma boldog heteroszexuális házasságban él. A homoszexualizmus agresszív mozgalma által hirdetett beteg büszkeséggel szemben méltósággal kellene viseljék a sorsukat, és nem kéne kérkedjenek devianciájukkal, betegségükkel, normálisnak hazudva azt, ami nem az, és nem kéne gyerekek örökbefogadását sem követelniük, sem így, hogy közben nem is akarnak normális párkapcsolatban élni. A jogaik most is egyenlőek, de többlet jogokat nem támogat a Mi Hazánk mozgalom. Ellenezzük a természetellenes beteges devianciák törvényesítését a homoszexuális párok házasság kötésétől kezdve a pedofíliáig mindet.